Az emléktáblát az ünnepség szervezője, az iskola egykori diákja, Balog István Róbert távolította el. A meglepetés nem maradt el, mert a henger alakú tartó egy 2011-es Dél-Magyarországba volt csomagolva. A jelenlévők nem emlékeztek, hogy akkor is kinyitották a kapszulát. 1919-es dokumentumok nem voltak benne, de 1969-ből több fénykép, negatív, egy úttörőjelvény és egy levél az akkori úttörőktől. A képeken és negatívokon akkori osztályképek voltak. Kedves pajtások, mi a Szegedi Gara Sándor Általános Iskola 2124-es számú Hunyadi János úttörő csapatának úttörői most 1969. március 21-én ünnepeljük a Magyar Tanácsköztársaság 50 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból üzenetet küldünk nektek, akik a 100. évfordulóján jelen lesztek. Ti bizonyára szebb iskolában jobb körülmények között fogtok ünnepelni. Az 50 éves fotók másik részén a MOL algyői üzeme is látható, mert az olajcég az iskola egyik fő támogatója volt. Sok régi diák és néhány tanár is eljött. A képeket, dokumentumokat mindenki nagy élvezettel szemlélte, fotózta. Az iskola falába újabb kordokumentumot helyeztek el. Az iskola 75. évfordulójára készítettünk kiadványokat, ezt a kettőt szeretnénk betenni, ami feldolgozza az iskola történetét, valamint két napilapot, a Szegedi Délmagyart és a Szegedi Tükört, valamint régi kirándulásról készített képeket. Az épületben ma alapítványi iskola működik, de az emeleten egy kiállítás látható a régi intézmény emlékeiből. Az új emléktáblát az öreg diákok fizették közadakozásból.